Ők Edina és Edit, a világot jelentő deszkákon. Már akkor messzire jutottak, ám azóta még nagyobb utat tettek meg. Innen indultak, és persze indulnak még ma is. Az édesanyjukkal és a testvéreikkel élnek ebben a kutasi házban. No is, Szultán kutyussal. Edina az az igazi csajos csaj. Tehát ő az, aki szereti a szoknyát, szereti a csinosat, szereti a hát igazi csajos csaj. Edikke meg az a sportos. Bár külsőre egyformák, azért sokban különböznek egymástól. Én inkább rajzolok. Jobban, sokat többet rajzolsz? Igen. Én pedig színészkedek. Hát színészkedéset szeretném folytatni. Meglehetősen szinkronban élnek. Azt mondják, egymás nélkül elveszettnek érzik magukat. Hát elveszte egymás nélkül nagyon. Hát kiegészíteni, mert mindig kiegészítjük egymást, szóval valamikor egyszerre mondunk szavakat, valamikor befejezzük egymás mondatait. Ez interjú közben is nem egyszer előfordul. Korábban azelőtt színészkedtetek valaha? Igen. És mit? Hát, hogy kiskorunkban mindig összeálltattunk kis darabokat, és anyának mondjuk, anya, gyere gyorsan, nézd meg, hogy mit csináltunk, és mindig végig kell néznie. Ezt a velük született fogékonyságot édesanyjuk is megerősíti. Ez a színészi vonal, ez kicsikoruk óta látott, hogy van bennünk valami. Szerettek próbálgatni otthon maguknak, hogy előadják, és mikor megcsináltak egy ilyen kis műsort, akkor ugye kérték, hogy üljünk le, és hogy nézzük meg, és akkor odajöttek, és akkor kedves nézőink, nézzék meg a mi kis műsorunkat. Teljesen megváltozott a lányok élete, sokkal tartalmasabb lett. 360 fordulatot fordult az egész, nagyon szeretik csinálni, nagyon sok minden nyújt nekik, nagyon sok mindent kapnak. Most éppen Fonyódon töltöttek egy hetet a Karaván Színház és Művészeti Alapítvány alkotótáborában. Várnak a barátaid? De nekem nincsenek barátaim. Akkor is mennünk kell. Én tudom, hogy a Pisti miért nem jött reggeli tornára, tök nyilvánvaló. Ilyen rövid filmeket készítettek, valamint több színházi helyzetgyakorlatot is. A lányok azt mondják, mozgalmasan teltek a napjaik. 7 órakor kellünk, 7-10-kor van reggeli torna. Utána 8-kor reggeli, utána 9-ig megbeszélés, utána az Oszi meg bemutatja a színészeket, vagy a filmeseket, akik velünk fognak foglalkozni. Utána pedig elkezdjük a próbákat. Ő Oszi, azaz Nyári Oszkár, színészrendező. 18 éve hozta létre Budapesten a Karaván Színház és Művészeti Alapítványt. Később Kaposváron is alakítottak egy ifjúsági csoportot. Egészen pici kortól, 10-11 néhány éves kortól, 20 éves korig vannak itt együtt növendékek, és abszolút egyenrangú partnerként kezelik egymást. Itt minden gyerek egymástól olyan dolgot tanul, olyat vesz át, és azok a művészek, akik bekapcsolódnak, színészek, rendezők, úgy együtt, közösen átitatódnak ezzel a sok pozitív energiával, amit lépten nyomon az étterben benne van. Nem hátráltatja a munkájában? Sohasem dolgoztam olyan sokat, mint mostanában. Oszkár felesége szintén a Két Lotti kapcsán ismerkedett meg a lányokkal. Már a szereplő válogatáson találkozott velük. Nekem ők ketten voltak egy a titkos kedvencei, mert egyszerűen olyan természetes ragyogásuk volt, és olyan sugárzó kislányoknak láttam őket, és azt gondoltam, hogyha sikerül az ő bizalmukba beférkőznünk a rendezőnek is, meg nekünk, esetleges majdani partnereinek is, hogy akkor ők nagyon-nagyon meg fognak nyílni, és ez tulajdonképpen így is történt, és hát az történt, hogy ők előadásról előadásra egyre jobbak és tehetségesebbek voltak, úgyhogy nagyon nagy öröm volt velük együtt játszani. Kaposváron Tóth Géza is foglalkozik a lányokkal minden héten. Hát azonnal lehetett tudni, hogy ők lesznek a Két Lottiba. Hogy megmozdultak a színpadon. Annyira természetesen mozogtak, annyira életszerűen. Ugye általában ilyenkor az a baj, hogy egy kicsit ilyen iskolás hangsúlyok idézőjelbe kerülnek be, el akarják játszani a gyerek szereplők a szerepet, és akkor az komoly tréning, amire azt a különleges mázat levesszük.
most már anyukájukkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, ők most már hegedülni, zongorázni is fognak tanulni. Nehéz őket megkülönböztetni, hogy melyik tehetségesebb. Néha vissza is érnek vele. A karaván növendékei nagyon kedvelik az ikreket, és szeretettel beszélnek róluk. Rettenetesen szelebódiak, most már lassan ilyen 3 éve ismerem őket nagyjából. Kicsit így a karavánban talán élettem a pótok nyukájuk, akivel várjuk a vonatot, meg lemegyünk velük, de azt gondolom, hogy ha felnőnek, akkor iszonyatosan hát lesöprik a világot. Edith is, meg az Edina is rettenetesen energikusak, és általában nagyon élvezik, amit csinál. Általában nagyon élvezik, amikor csináljuk. A próbán még általában nem, de egyébként nagyon szokták élvezni azt, amit csinálunk. A lányok azt mondják, a többiekkel közösen találják ki a helyzetgyakorlatok és az etüdök történeteit. Aztán pedig együtt játsszák el azokat. Oszinak van egy kalapja, amiben vannak idézetek, és minden nap húzunk egy idézetet, és azt szerint szoktunk színdarabot csinálni, meg kisfilmet. Tehát az idézethez találtuk ki egy tartalmat tulajdonképpen. Igen. Nagyszerű zenei élményekkel is gazdagodhattak az alkotótábor résztvevői. Ezen kívül kirándultak busszal, hajóval, élményekkel töltekeztek. És ami a legfontosabb, együtt voltak, beszélgettek és barátkoztak. Hazatérve ismét várja a lányokat a család, és hamarosan az új tanév. No, meg Szultán kutya. És a most már elmaradhatatlan színészkedés, ami nagyon a szívükhöz nőtt. Hát olyan, mint egy kis élet, mint egy kis bolygón lennél. Szerintem tök jó. Én ott élem a kis világomat. Színpadon. Én is nagyon szeretem.